Egy klasszissal kevesebb. Röviden így összegezhetjük a Magyar Kézilabda Szövetség hétfői sajtótájékoztatóját. Az eseményen Mocsai Lajos szövetségi kapitány kihirdette a szerdai Lettország, illetve a vasárnapi Szlovákia elleni EB-selejtezőre készülők névsorát. A keretben nem kapott helyet Fazekas Nándor, aki több mint egy évtized szolgálat után lemondta a válogatottságot. Az MKB Veszprém 36 éves kapusa nem szakmai okok miatt döntött a távolmaradás mellett. Nagyon sokat kellett mérlegelnem, hiszen az utolsó években nagyon keveset töltöttem a családdal, és már a legnagyobbik fiam 9 éves, ahol tényleg a nyári és a téli szünetekben nagyon keveset lehettem, hiszen a válogatottal mindig felkészülések voltak, amit mindig nagy örömmel csináltam, de ezt mérlegelve arra döntésre jutottam, hogy megpróbálom a következő éveket inkább úgy tölteni, hogy a családommal, hiszen az a legeslegfontosabb, utána a kézilabda, és szeretném, hogyha mostantól kezdve több időt tudnék akár télen, akár nyáron velük tölteni. Fazekas 1998-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, és összesen 219-szer szerepelt a nemzeti csapatban. A veszprémi klasszis utódja a szegedi Tatai Péter lehet, aki korábban szintén lemondta a szereplést, mivel nem akart harmadik számú kapus lenni a nemzeti csapatnál. Mocsai Lajos viszont nem aggódik az új helyzet miatt. Volt olyan időszak, hogy a Nándi sérült volt, és világversenyt már meg tudtunk oldani így. Elérkezett az idő, ahogy a Fazekas Nándornak hálával és köszönettel tartozunk, hogy évtizedekig dolgozott velünk, hogy a két fiatal ember egy nagyon szervezett védelem mögött kiváló teljesítmény nyújtson. Ezt tegnap a rangadón Mikler Roland bizonyította, Tatai Péter is bravúrokra képes. Itt arról van szó, amit nekik meg kell szokni, hogy világversenyen 7-8-9 mérkőzésen folyamatosan jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Ez még kérdőjeles, de én bízom a tehetségükben. A szerdai Lettország elleni EB-selejtezőt élőben láthatják majd itt a Sportklubban.